Megkezdődött, illetve javában tart a parlamenti választás Romániában. A helyi magyarság számára különösen fontos a mai szavazás, hiszen most dől el, hogy kik és hogyan képviselik az érdekeiket a következő években. Székelyudvarhelyre kapcsolunk, Kudelász Nobel jelentkezik. Nobel, kezdjük azzal, hogy rendben kinyitottak a szavazóhelyiségek mindenhol? Valamivel több mint másfél órája nyitottak a szavazóhelyiségek az országban. Így itt Székelyudvarhelyén és környékén is. Rendben nyílt mindenhol, legalábbis nekem információm jelen pillanatban nincs arról, hogy bárhol bármiféle rendellenességet tapasztaltak volna. Látjuk, hogy rajtad is maszk van. Ezen kívül, illetve ezzel együtt milyen járványügyi előírásokat kell betartaniuk a szavazóknak? Igen, nagyon szigorú járványügyi intézkedések vannak, ez alól természetesen mi sem vagyunk kivételek. A helyhatósági választásokhoz hasonló intézkedések vannak, de azért vannak ehhez képest változások is. Tehát országos szinten ugye a kijárási tilalom az elvileg helyi idő szerint 23 órakor lépne érvénybe, ezt ma megváltoztatták, de csak mára vonatkozóan, tehát holnap hajnali 1 óráig tolták ki ezt az időpontot. Ennek az a magyarázata, legalábbis azt adták, hogy 21 órakor zárnak ugye az urnák és szavazóhelyiségek, de valószínű sok helyen még sorokban fognak állni az emberek, hogy leadhassák a szavazatukat. Nekik ezt a jogot biztosítani kell, és utána még haza is kell érniük. Tehát lesznek olyan helyzetek, amikor 11 óráig nem érnének haza, ezért hosszabbították meg. Egyébként a Magyarországon élő, de Romániában szavazó polgárok hazajöhetnek, és amennyiben 24 órán belül lépik át a határt Romániába és vissza, egyik országban sem kell karanténba vonulniuk. Ami pedig a konkrét intézkedéseket a szavazás lebonyolítása környékén illeti, azt tudjuk mutatni is, a bejárat ebben az esetben éppen látható is, tehát ott a kézfertőtlenítést kötelező elvégezni, illetve hőmérsékletet is mérnek. Ezt követően a választópolgár belép a szavazó helyiségbe, és a személyi azonossági igazolványát maga helyezi abba a készülékbe, amely kizárja, amely ellenőrzi a esetleges kettős szavazást, tehát nem adja át az operátornak, hanem ő maga helyezi be lehetőség szerint. Majd a szavazó biztosokhoz jön, mindenhol természetesen betartva az 1 méter távolságot, és megmutatja a személyi azonossági igazolványát, vagy leteszi az asztalra, ezt követően átveszi a szavazólapokat, és a szavazó fülkék valamelyikébe, amelyik szabad, megy be, leadja a szavazatát, ezt követően a 2 urna közül, illetve a 2 urnába helyezi el megfelelőeket, a képviselőházi szavazólapot a képviselőkre, és a szenátusiakat a szenátusra. Ezt követően adja a pecsétet és elhagyja a helyiséget. Ahol ez megoldható, ott egy külön kijárat is van, ebben az esetben is így van, tehát a bejárat az közös, de az épületből egy másik kijáraton lehet majd távozni. Ezek az intézkedések vannak, és természetesen abban az esetben, hogyha valakinél hőemelkedést regisztrálnak belépéskor, leadhatja a szavazatát, de egy külön fülkét választanak ki erre a célra, amit lezárnak, és abban az esetben, hogyha további lázas vagy hőemelkedéses beteg érkezik, vagy szavazó érkezik, csak azt a fülkét használhatja, mindegyiket egyébként minden egyes szavazó után fertőtlenítenek. Hát nagyjából ezek a biztonsági intézkedések vannak mára. Nobel, azt mondtad ugye, hogy 21 óráig, tehát este 9 óráig szavazhatnak, viszont sok helyen akár jóval tovább is elhúzódhat a szavazás. Mikorra várható részeredmény? Igen, az általános urnazárás 21 órakor van, nyilván ez valamennyivel eltolódhat még, de általában az a bevett szokás, illetve úgy szokott történni, hogy urnazárást követően elég rövid időn belül fél órával, órával utána már érkeznek részleges eredmények a szavazók létszámát illetően, meg egyéb adatok, és aztán utána érkeznek akár konkrétak is arra vonatkozóan, hogy melyik politikai alakulat milyen arányban jutott be, vagy bejutott-e egyáltalán a parlamentbe. Kudelász Nobelnek Székelyudvarhelyről nagyon szépen köszönjük!